Sziasztok, szóval megpróbálom elmagyarázni a pengetést azoknak, akiknek esetleg hallás után nem olyan egyszerű levenni. Három részből áll a dal, egy verze, egy bridge és egy refrén van benne. A verze a legegyszerűbb, ott egy egyszerű basszus lefellel kezdünk. És ezt kétszer ismételjük az akkordokra, tehát... Basszus lefel, basszus lefel. És aztán, amikor elérünk az A-mollhoz, gyakorlatilag az is ugyanez, csak a második felfele pengetésnél a kis ujjadat leteszed a H-hór 3-as bundjára. És utána pengesz még egy felle, lefelle. És gyakorlatilag ezt ismételgeted a bridge-ig. Aztán pedig jön a bridge, ahol én egy basszus-basszus lele, felfelle, lefellefelt pengetek, ami így néz ki. Basszus, basszus, le, le, fel, fel, le, le, fel, le, fel. Basszus, basszus, le, le, fel, fel, le, le, fel, le, fel. Aztán utána az akkordváltásnál jön egy le, le, fel, és ezt kétszer ismétled. Le. Majd jön az A-moll, ahol pengetsz egy basszus-basszus lele-felt. Tehát az egész így néz ki egyben. Le. Aztán a második sornál ugyanez a minta ismétlődik. Ott a második akkordnál, az E-dúrnál annyi különbséggel, hogy a negyedik ütem után a gyűrűs ujjamat felveszem a húrról, és az utolsó három lefelé pengetésre teszem vissza. Tehát. Tehát az egész bridge így néz ki. Aztán ugye akkor már csak a refrén van hátra, amit egy basszus-basszus lele-fellel indítunk az F-dúron. Aztán jön a G, egy lefel-basszus lele-fellel. Aztán ugye jön a bridge-ből jól megismert pengetés. Itt is van egy akkordváltás, ugye a C-dúrról az A-mollra váltunk a negyedik ütem után. Tehát az egész így néz ki egyben. Aztán ezt az egészet megismételjük, és itt ugye maradunk a C-n, tehát nem kell az A-mollra váltani. Aztán jön még egy C-dur A-moll váltás. Aztán pedig a jól megismert A-mollal zárjuk a sort.